A bátaszéki Keresztély Gyula városi könyvtár is bezárta kapuit a november 11-én életbe lépett kormányrendelet értelmében. A munka azonban nem állt le. Sági Lajosné intézményvezető szerint a könyvtár első számú feladata, hogy megkönnyítse az olvasni szerető emberek helyzetét a kölcsönzés lehetőségével, vagy épp egy-egy ajánlással. Az nagy öröm, ha valaki olvas, meg tud is könyveket venni, de nyilván akkora a kínálat, hogy azt nem fogja tudni megvásárolni otthonra, tehát le kell válogassa. Na most ebben a válogatásban mi tudunk neki segíteni, mert ugye mutatunk kínálatot, nekünk ez van, egyfajta iránymutatás, van egyfajta átvezető irodalom, amikor azt mondom, hogy nem csak, ugye régen így mondtuk, hogy nem csak lektűrt olvasunk, hanem igényesebb, értékesebb irodalmat, tehát ez egy folyamat, ezt mindenkinek végig kell járnia, meg kell találnia a maga ízlését, és ennek az ízlésnek megfelelően ők már, mint olvasók, képesek arra, hogy bejön, keres magának könyvet, ugye, ami most per pillanat fizikai valóságában lehetetlen, viszont ugye itt lép életben az, hogy a könyvtáros, amikor folyamatban van, vagy kapcsolatban van az olvasóval, hogy mennyire fontos az, hogy ismeri az ízlését. Tudja, hogy milyen stílusú könyveket szeret, hogy regényes irodalom, történelmet, hogy egy krimit, vagy egy romantikus regényt, és ennek megfelelően most ebben az adott helyzetben tud neki könyveket kínálni. Tehát biztos, hogy el fognak hozzánk azok az emberek továbbra is jönni, akik valóban szeretnek olvasni. Mert egyszerűen akkora a széles kínálat, hogy nem fogja tudni magának megvásárolni, tehát mindenképp el kell jönnie egy könyvtárba. Az nagyon jó dolog, ha van némi lehetősége arra, hogy otthonra is beszerezze, de szerintem egy-egy gyöngyszemet, az biztos, hogy mindenki megveszi magának, mert olyanok vagyunk, hogy ahhoz szeretünk ragaszkodni. Tehát ezek ilyen fontos dolgok, hogy bármikor levehessem a polcról, beleolvashassak. Nekem vannak ilyen könyveim, amik így megvannak oldaljelölve, mert olyan dolgok és gondolatok vannak benne, amiket muszáj többször visszaolvasni. A koronavírus tavaszi hullámakor több Tolna megyei könyvtár is lehetőséget adott a kölcsönözhető könyvek házhoz szállítására. Ezt most az őszi időszakban is bevezették annak érdekében, hogy ne veszítsék el olvasóikat. A bátaszékieknek ez már nem volt újdonság. Mi ezt már nagyon régóta csináljuk, csak soha nem volt kifelére így közvetítve. Tehát amikor igény volt rá egy-egy idősebb néninek, bácsinak, igenis összekészítettük, elvittük, ez nálunk évek óta működik. Tehát az, hogy most ez így néven lett nevezve, és belekerült egy hivatalos anyagba, hogy ezt úgy fogjuk nevezni ezután, hogy házhoz szállítás, megvan könyvcsomag, amit összekészítünk, ezzel korábban is éltünk. Az új könyvek beszerzése sem állt le, most is két hetente érkeznek az újdonságok. Annyira fognak örülni az olvasók, hogy rengeteg új könyv van, tehát nem fognak győzni belőle válogatni. Az is igaz, hogy amikor most könyvcsomagot készítünk össze ebbe a helyzetbe, akkor ugye nyilván, ha az olvasói ízlés megkívánja, akkor az újakból is már adunk, mert azért van, hogy igenis válogassunk belőle. Adjuk oda, mert az olvasókért vesszük az új könyveket. És akkor van nekünk, ugye én el szoktam mondani, hogy van egy gyönyörű három gyönyörű kirakatunk, abban mindig kirakjuk a kínálatot, és megállnak az emberek. Megnézik, mindig végigbogarázzák, hogy mi az, ami új, és bejön, és megkérdezi, hogy azt szabad-e onnan elvinni, és akkor azt mondjuk, hogy igen, mert azért tettük ki, hogy felhívjuk rá a figyelmet például. Van a könyvtárnak egy honlapja, ami a nevünk rövidítése, tehát Keresztély Gyula Városi Könyvtár, kgvk.hu. Na most ezen a honlapon az elején ott van egy katalógus. Néha megijednek a kedves olvasók, amikor így elmondjuk nekik, katalógus, rákeres, ez a megyei könyvtár katalógusa lesz. Fontos, hogy válogassa le azt, hogy ő címre keres rá, vagy szerzőre, vagy témára. Tehát ezt azért ő neki ott figyelemmel kell kísérnie. Majd a végén elmondom, hogy van egy bökkenőm. Tehát megkeresi, be fog adni mondjuk 5 találatot. De fontos, hogy a lelőhelyet mindenképp be kell azonosítsa, tehát hogy bátaszék lelőhely legyen, mert a más lelőhely nyilván, ha olyan anyagról van szó, nagyon szívesen az úgynevezett könyvtárközi kölcsönzése, megkérjük az olvasóknak, mert olvassanak. Nekünk az az érdekünk, hogy minél többet olvassanak, de hát szerencsésebb, hogyha főként ebben a helyzetben, hogy a mi állományunkat lássa. Tehát erre így van lehetőség. Aztán telefonálnak nekünk. Tehát mindenféle lehetséges módot megragadunk arra, ők is
mi is, hogy e-mailben, bármiben így egymást tájékoztassuk, hogy lássa, hogy most ebben a helyzetben neki mik a lehetőségei. Na most visszatérve, hogy mi ennek a hátránya, ugye főként a fiatalok nagyon sokan okostelefont használnak. Na most, ha nem gördíti végig, akkor volt már több olvasónk, aki azt mondta, hogy már ő ott nem látja. Tehát végig kell rendesen gördíteni, igenis meg kell nézni, mert ott is látható, csak ott nyilván egy picit azért mások a viszonyok. Ugye azt fontos tudnivaló, hogy van itt egy ilyen, hát hogy is mondjam, egy ilyen átfedés, mert amikor visszahozza az olvasó, az a bizonyos könyvek, azok egy hétig karanténban vannak, tehát nem kerülnek be, nem látjuk. Azt látjuk, hogy még kint van olvasónál, biztosak nem lehetünk benne, de lehet, hogy közben meg már kint van a polcon, de ki kell várjuk azt a bizonyos egy hetet, és ez így történik tavasz óta. Tehát folyamatosan ezt a gyakorlatot követjük. Sági Lajosné szerint van visszaesés a könyvtár használatában, de látja már az utánpótlást is.